Üdvözlöm minden kedves Magyar LCS követőt, nézőt és hallgatót! A szombati világbajnokság kasztalás is elkezdődik általunk, ahogy kicsikét magasabb vagyok, mint Buci, lejjebb is csúszok, hogy minden patent legyen. Látjátok, hogy gyönyörű szép hátterünk van, köszönjük szépen NTR kellnek, ugye ez a gyönyörű szép dizájnt is. És első mérkőzésünk, Buci, EDG SKT. Egyrészt szia, másrészt pedig mondj valamit! Szép délutánt kívánok én is minden kedves nézőnek, és mit mondhatnék, ha nem más, mint hogy ez talán egy döntő. Egy kis döntő, mindenképpen a C csoport döntője, tehát hogy ennek lesz majd egy visszavágója jövő héten, de most a két nagy ágyú összecsap, és egyrészt az SKT1 megpróbálhat revansot venni az MSI-os vereség miatt, és ők nagyon szeretnének. Az EDG pedig folytathatná a menetelését, ugyanis ők nagyon meggyőzően játszottak mindkétszer. Tehát ez talán a legeslegnagyobb meccs a mai és egyelőre a csoportfázisban. Ugyanez mondta, mondta Krisztó is, hogy igen, ez, neki, ez számára a döntő, és ugye egyelőre szavazott csak a mondta Krisztó ugye a SKT csapatának a nyertes kimenetelére. Itt is meg a döntőben is. Még mindenki más az EDG-t szavazta meg. Én azt hiszem, hogy nagyon sok kérdésünk van az a kapcsolatban, hogy lesz-e Faker, marad-e Faker, pedig Gizzy húnyan el középső ösvényre, illetve az, hogy Pawn mennyire fogja őket megzabálni, vagy nem. Mert eddigek alapján Pawn mind a kettővel el tudott már bánni, nem pontosan, is egyszer. Pontosan, ugye nem véletlenül, hogy a megölhetetlen démon király, ugye Fakernek az egyik beceneve, viszont ott van a Godslayer, ami pedig Pawnnak az egyik ilyen kis vicces neve, illetve a Faker's Kryptonit, tehát hogy Pawn az, aki mindkét középső ösvényest ugye meg tudta fogni az MSI-on, illetve nagyon jól tudtak választani, tehát hogy hőst ellen választani, illetve rá kényszeríteni az SKT1 csapatát, hogy ne tudja hozni a saját megszokott játékát, ugye hogyha egy picit elemeznénk, hogy nagyon hasonló ugye például az őrszemjátékban és a pályakontrollban az összjátékok a két csapatnak. De míg az EDG egy kicsit agresszívabb és gyorsabb játékstílust képvisel, addig az SKT1 egy picit megfontoltabban, lassabban és jobban kiteljesedik. A megfontoltság miatt szerintem a kimenetet tényleg az lehet, hogy EDG megszalad a játék első szakaszában, az SKT pedig próbál majd választani a játék középső és végszakaszában. Tehát én személy szerint azt gondolom, hogy az SKT-nek van lehetőség nyernie. Ha nyernek, akkor úgy, hogy EDG fog nyerni és vezetni a meccs első szakaszában, utána pedig SKT visszajön, majd pedig befejezi a meccset. De merném biztosan állítani, hogy ehhez a kis döntőhez híven és mérten ez legalább egy 40 perces mérkőzés, legalább annyinak kéne elvileg lennie, csak ha valamelyik nagy ágyú nagyon megszalad, akkor lehetnek problémák. Igen, a jó kérdés az tudja pontosan ez, hogy ha 40 percig eltart a meccs, akkor egy nagyon fontos az, hogy milyen embereket választanak, milyen hősökkel fognak érkezni. Az SKT-nek van egy elég erős hypercarry nyomása, tehát hogy ő azt szeretné, vagy neki az néha jó, hogyha Bang egy olyan hőssel jön, aki a végére igazán erős lesz, mondjuk tegyük fel egy Jinx-el, vagy akár egy Vayne-nel jön, és a végén egyszerűen akkora sebzéssel és nem tudom, ugrásokkal is, jó helyezkedéssel le tudja hozni a meccset, akár egy EDG ellen is, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen hősöket választanak. Hát ha már választásra van szó, akkor Brown-ban szerintem nyugodtan emlegethetjük azt, hogy a eddigi statisztik alapján mi is készült el a Brown pontos meneteléről. Nyugodtan mondd el, Buci. Hát ugye Brown-ot 9-szer választották eddig a világbajnokság alatt, és egyetlen egyszer tudtak vele győzni, ez pedig Afromu nevéhez fűződik. Tehát a Brown egy nagyon gyakori és nagyon jó hős, tehát azért ott van a pajzs, le tudja védeni, ugrálni tud, lassítani, tehát megvan benne a potencia, de egyszerűen ki tudták eddig mindig játszani, és ami a legfontosabb, mindig ki tudták szedni, tehát tegnap is láthattunk nem egy olyan meccset, amikor Brown nagyon gyorsan fókusz alá került, és egy pillanat alatt kiszedték a csata elején, és tehát nem volt már ott az a védelem, ami miatt ő egyébként van. Így van, közben, hogy a háttérre már a csapatok pontos felsorolását lehet követni, szépen folyamatosan egyesével, és lehet hallgatni, kinek mekkora fantábora van. Az előző oldal, EDG-nél, Pawn-nál konkrétan mindenki megsüketült, megvisült. Ha lehet ilyet mondani, megvisült. Olyat visített, hogy belevisított, visült. Na mindegy, szóval
Ennek a munkának a szépsége az, hogy új szavakat mi is tanulunk, és át is adunk nektek, ami abszolút nem helyes. Tehát a magyar tanárnál ezzel lehet rukkolni, hogy te van egy hülye gyerek és kommentál, és nem tud magyarul. Nem baj! A lényeg a lényeg, ragadjon a bélyeg, és hamarosan igazából elkezdik az első mérkőzésünket, az EDG fog játszani majd az SKT-vel szemben, és ne felejtsétek el, hogy most mindenki a chaten szavazza meg, hogy szerinte ki fog nyerni. Én szavazzak? Mi is szavazzunk, vagy mi ne szavazzunk? Szavazunk mi is. Jó, te ugye SKT-t mondtál, én meg EDG-t mondok. Na akkor is nyertünk, easy. Valaki biztos nyert. Valaki biztos nyert, igen. Thanatos nem kérdezem meg, mert szerintem azt mondani, hát szerintem ez, meg az. Valószínűleg elkezdő elemezni, hogy hát ezért, meg azért, 50-50. Tehát az a legkönnyebb választás, de azért a legjobb megmagyarázni. Azt mondta EDG, igen. Szóval csak évek SKT fan jelen pillanatban itt most ezen a mérkőzésen, de ebben a pillanatban a bajnok választás tiltási fázis elkezdődik. És azért kiemelhetünk még egy-két külön egyéni teljesítményt is, például Meiko, aki az első meccsen Thresher egyszerűen olyan halálos ítéleteket hajtott végre, hogy még ki sem jött Warlock a teleportból, már elkapta a Thresh-nek a halálos ítélete, illetve ugyanúgy Deft akkor nagyon meg tudott indulni, és Meiko egyébként tegnap is nagyon jól játszott Annie-vel, szépek voltak a maciai, de ahogy itt beszélek, már pörögnek is a tiltások, hogy az első tiltás egy Alistar, majd egy Azir, illetve egy Gangplank és egy Lulu. Utóbbi kettőről talán azt érdemes elmondani, hogy mind Gangplank, mind pedig Lulu egy olyan karakter, akit eddig 100%-ban vagy tiltottak, vagy választottak, illetve Gangplanknek rettentő jó statisztikája van. Amikor őt választották, akkor meg is nyerték a meccset. És az utolsó választás, akkor már befejezem, az EDG oldaláról az utolsó tiltás, az egy Alice, illetve Morde pedig, egy Morde, ami Morde kötelező. A Morde pedig 100%-osan minden egyes meccsen a világbajnokság eddigi két napja alapján, és a mai első mérkőzés is ki van tiltva. Mordekaiser nincs a játékban. Legalábbis a világbajnokságon a szereplő játékosok számára nem lesz elérhető majdnem mindig, hogy végig. Ettől függetlenül Kalista ráteszi a voksát, már most EDG és Deftnek a Kalistáját, Jinxil is láttuk megindulni. Az a kérdés, hogy mi alakul rá, és ha egy Braum választás lesz az SKT-nél, lehet az a momentum, hogy az SKT javíthat azon a bűnrossz átlagon. Pontosan, vagy javít, vagy ő vagy, is belekerül. Igen. Abban a sok vereséges statisztikában, amiben Braum eddig szegényként van, lehet, hogy szép a bajsza, a nagy a pajzsa, de még eddig ezt nem tudta kihozni. És ugye Bengi elhozza saját magának a hősét, ugye egy Rek'Sai-t, ezt tegnap Clear Love kezébe láttuk, ugye Clear Love-ról nem elég elmondani, a nagy öreg, ő már rettentő régóta játszik, és nagyon nagy tapasztalata van a játék terén, ugye itt van Meiko, az ő tanítványa. És azért Amazing Jay, mondjuk azt el, hogy ez már a harmadik Darius választása, ugye minden meccsen Darius hozott a felső ösvényre, és tegnap azért az H2K felső ösvény játékosa Odoamne meg tudta fogni az első 15 percben körülbelül Fiórával, nagyon szépen meg tudta büntetni. És ott van megint a Wombo kombó, ott van Kalista, Annie, ami tegnap remekül működött Deft Meiko párosánál. Így is van, és ugye ami nagyon fontos még, ugye, amit hozzátenni plusz információként, hogy Faker ugye az, akit most jelen pillanatban mindenki úgy kb. Úgy szabályozva, és úgy jellemzi, hogy még nincs a 100%-án jelen pillanat Faker, és ugye ha most belegondolsz picikét józan paraszt észrel, sokkal egyszerűbb most játszatni és megpróbálni valahogy bemelegíteni azt a vadállatot, amire, amikor ténylegesen lesz majd rá szükség, akkor 100%-on pörögjön. Most Faker nincs 100%-on, ez majdnem biztos eddigi teljesítmény alapján, bár tennep az alapfal kicsikét G4-t, a most eddigi meccsek alapján egyik legyengebb csapatot sikerült ugye benne a közös ösvényes úgymond megrektelni, de ettől függetlenül ugye még mindig, mondanám, az Easy Hun is lehet egy baromi jó Jolly Joker, mert Easy Hunnak a teljesítmény, főleg az Azirja, hát ez kiemelkedő. És abszolút jó folyamatosan az egész SKT csapatának a gondolkodása, ugyanis természetesen Fakernek a karakterét hagyják utoljára, miért is? Mert hát az EDG fogja kiválasztani előbb a karaktereket, nem akarják lelőni, illetve válaszolni akarnak arra, hogy esetleg Pawn mivel szándékozik jönni, ugye neki nagyon nagy hősbázisa van, ezt már többször említettük, több 13-15 karakterrel is tud érkezni. Jön a Jarvan. Jön egy Jarvan. Ennek azért örülök, bucikám, megint, mert az én top két karakter, amit szeretek játszani a Jungle-ben, az Disney és Jarvan.
És ugye ha ilyen meccsek lesznek, ilyen csapatok, ilyen bajnokokat hoznak el, akkor lehet, hogy én sem fogok mindig Plata 1 és Diamond 5 között rohangálni, lehet, hogy kicsit feljebb tudok majd mászni, egy-két trükköt ellesni a nagy ágyuktól, ahogy is fogalmazott te is. És Clearlab többször hozott azért a nyári játékok során Jarvan-t dzsungelbe, tehát érthető is, nem olyan nagyon meglepő ez a választás, ugyan már nem, tehát tavasszal láttuk utoljára igazán a metában ezt a hőst. Jön egy Ryze! Jön egy Ryze! Na most Ryze-ra valószínűleg lélelapó nem fog vásárolni Marin, meg kicsiket azért úgymond kevésbé sportszerű játék lenne az, hogyha itt is valamelyik őjük megmerni azt játszani, hogy oké, lélelapót hozzan el az EDG-vel szemben, és kettős teleporttal fog valószínűleg kijönni mind a két csapat. Tehát négy teleport, baromi sok agy, stratégiai játékra leszünk szemtanúi. Mert ezen a karadának az érkezése, ez mi sorsdöntő lehet, és ne felejtsük el, hogy a Rek'Sai végső képessége is az, ami szintén a teleporttal ér fel, de akár Echo-nak is a visszaérkezése, hogyha gyorsan vásárol, szintén egy plusz vissza teleporttal ér fel, tehát azért mondom, stratégia, három. Lépés előny, agy. Mindenképp... Ezek fognak itt most úgymond bemutatni, hogy is kell ezt igazából valahogy csinálni ilyen szinten. Pont én is Rek'Sai-re akartam kitérni, hogyha nagyon jó, hogyha az alagutait jó helyre helyezi ki, akkor egy pillanat alatt vagy segíteni tud érkezni, tehát valami olyan játékosnak, aki éppen a szorítóban van, vagy be tudja keríteni őket, ugyanis láthattuk, hogy mind a kínai, mind pedig a koreai csapatok nagyon gyakran alkalmazzák azt a stratégiát, azt a játékstílust, hogy bekerítő hadműveleteket jó őrszemezéssel meg véghez tudnak vinni. Most a kérdés az, hogy ők azért találkoztak már egymással nem egyszer. Szerintem fel is vannak készülve egymás játékából. És visszatérve, a kérdésem az, hogy ki tud most jobban teljesíteni, ugyanis ők valószínűleg tovább jutnak ebből a csoportból. Az, hogy hanyadik helyen, vagy első, vagy második helyen, kvázi mindegy, vagy hát nem feltétlen a legfontosabb nekik, de ők tovább jutnak, és onnantól kezdve lesz nagyon fontos, hogy hogy tudnak teljesíteni, mert ott lesz már az, amikor BO5-ös meccs is. És közben már benn vagyunk azon a mérkőzésen, ahol konkrétan most minden el fog dőlni. A kisebb fajta előre tekintésre mernék szavazni, mert ez a két csapat valószínűleg a döntő nagyon-nagyon közelében lesz majd a világbajnokság végkimenetelében, és ahogy ezt már említettük sokszor is a bajnokválasztás alatt, ez egy kis döntő. Oké, inkább csak prestige fight lesz mondhatni, de az, hogy most itt ki fog veszíteni, ki fog nyerni, túlságosan nem számít, mert majdnem biztos, hogy a csoportban ez a két csapat biztos továbbjutó. Majd az eddigi teljesítmény alapján is, az eddigi és a tavalyi játékosok teljesítmény alapján ezen a döntőn és ezen a csoportkörön neki kettőnek át kell menni ők, ez bizisten. És az a háttérzaj most, ami megy, az SKT, EDG, tombol, mindenkit közönség, talán az EDG kicsikét jobban kivehető Buci örömére, de ettől függetlenül Bengi az, akit most jelen pillanat kerget, három SKT játékos. És a kezdések alapján nem vettek ki egyik oldalról sem mélységi őrszemeket, tehát hogyha bárki szeretne egy ösvénycserét, akkor azt nem fogja látni a másik csapat. Szóval négyen érkeznek az EDG-ből az alsó ösvényre, itt szeretnének vagy egy korai tornyot elhozni, vagy egy nagy meglepetést tenni, de ugyanezt csinálja az SKT is, ugyanis ők pedig négyen a felső dzsungelbe, az északi dzsungelbe barázdálkodnak, és az alapvető tárgyak és idézői képességek, varázslatok, azok jóformán megegyeznek. Ugyanúgy láthatjuk az agresszivitást a támogató játékosokon, égetés szemében, ugyanúgy ott van a teleport és a mozgékonyság a középső ösvényeseken, és a tárgyak is, mindenki inkább agresszióra számít, inkább szeretné korábban megnyerni, korábban nagyobb sebzést kiosztani, mint például egy flaskás kezdés, ami inkább a lassabb és a farmolgatós játékhoz menne. Na ugye közben azt látjuk, hogy a pálya északi részén helyezkedik az SKT, és a délén pedig az EDG. Na most elhozták az SKT két gólem erősítését, de nézzék hány jönnek Pawnra! Négyen! Pawn nagyon nagy bajban lehet! A fázisugrás még éppensége jól. Jó, jön Clearlab hátulról, egy Amazing G-vel együtt, tehát ez önmagában egy barom jó ijesztés volt. De ugye ez, ami a térben mi látunk, ez bent a játékosok nem biztos, hogy látják, viszont az, ha Bengi elhozza szintén az EDG kikerülsítését, akkor igazából nem lesz vesztesége egyik jungle-esnek sem, de hogy Pawn milyen hidegvérűen, és mennyire jó irányba ugrott el, készült erre.
Ugye múltkor egy félrekattintásnak köszönhetően nem tudták így az elején megbüntetni pont a saját ösvényen, pedig akkor is négyen érkeztek rá, most egyszerűen gyorsabban reagált középső ösvényen Ekko, és el tudott csusszanni, el tudott menekülni, és természetesen érkezett a felmentő sereg, de rájuk már nem volt szükség, és ahogy mondtad, nem elég, hogy elhozzá a kék erősítést, elhozták még a három farkasból kettőt, és még a Grompra is ráfeküdt most Bengit. Mint az állat, a felső ösvény külső tornán pedig az eszkét szeretné elhozni saját magának. Itt egy ember előnyel többen szedik ugye ezt a felső ösvény tornát, mint például az alsó ösvény Meiko és Deft. Ugye eddig itt társult hozzájuk a nagy semmi. De most jön Clear Love, és úton még szintén hogy az ő társa, aki is a felső ösvény karakter Amazing G, a Darius-szal és Sárkány. 4 percnél Sárkányra lép ki az EDG. Ami talán a világban is a leggyorsabb sárkánya eddig. Eddig mindenképpen ezt elmondhatjuk, hogy ez a leggyorsabb sárkány. Ugye lehet, ha meg lesz persze, bocsánat. Megtehetik, tehát esélyük ugye van rá, mert látták, hogy mindenki az SKT oldalán fent van a felső ösvényen, ahol el is hozták már az első tornyot. Erre válaszoltak azt egy sárkányon. 4 perc 15, ezt írjátok föl, az első sárkány világbanosságon konkrétan. Erre nem biztos, hogy lesz bármilyen végkimenet a következő meccseken, akár az egész világbajnokság alatt, és ezt mondtam, hogy ilyen stratégiai és agyjátékonak a szemtanúi leszünk. Konkrétan toronnyal az SKT rendelkezik, viszont az EDG nem. Az alsó ösvény tornát megszugorálták egy picikét, de még nem dőlt be. A sárkára ők most nagyobb hangsúlyt tettek, és ennek köszönöm a kérdés az, hogy mi lesz a következő lépés, de ugye amíg nagyon-nagyon sokáig követte Marin ugye egyrészt a saját farmázását növelte, még Amazing G meg követte tapasztalati pontban Clear Love-ot. Itt is van különbség, és a kettő csatáját még nincs lejátszva. A kérdésem az az, hogy az EDG ezzel a korai sárkánnyal ugye mindenképpen nagyon nagy hangsúlyt szeretne fektetni arra, hogy esetleg egy ötjelzős sárkány kijöjjön. Mert azért 4 percnél elkezdeni és megölni egy sárkányt, arra minden esély megvan. Tehát most magukat mindenképpen arra kötelezték, hogy bizony menjenek ki majd a sárkányokra. Ez még vissza is üthet, ugyanis tökéletesen tudja az SKT is, hogy egy-egy sárkányt nekik is el kell hozni, tehát ott a környéken, a barlang környékén én már várok majd nagyobb csatákat. Tehát nem feltétlen most a baronnasor az, aki a legnagyobb csaták helyszíne lesz, hanem most szerintem a sárkány. Akkor a sárkány, és ugye igazából most felmerném azt a tényt hozni, hogy ez a mérkőzés nem biztos, hogy a csaták tömkelegéről fog szólni, ugye ezt már emlegettem, ami azt jelenti, hogy nem igazán merném sem SKT isként, sem pedig EDG isként annyira piszkálni az ellenfél csapatát túlságosan ideje korán. Épp ezért, ahogy mondtad, a sárkány orientált, majdnem biztos, hogy sárkányszedés, baronnasor küzdelem és táncigás lesz majd a játék fénypontja, és igazából egy-két küzdelem lehet majd, ami eldönti valamelyre a mérleget, mert igazából egyik oldalon most arany, a másik oldalon a sárkány előny van, mindenkinek jutott valami abból a mézes bödömből, Def pedig épessége próbál kikerülni, mint csak lehet Wolf folyamatos piszkálása miatt, de ettől függetlenül Bengék jól cserélnek, viszont mana hiányban előbb-utóbb szenvedni fog mind a két lövész. És ugye Deft és Bank között is, ahogy már az előbb említettem, látszik a különbség a tárgyválasztásnál és az első kisebb tárgyaknál, ugyanis Deft inkább sokkal agresszívabban már egy Vampir Jogart kezd el építeni, vagy azt már meg is vásárolta, míg Bank inkább passzívabban egy kapzsiság acélját vet, amivel ő neki több aranya lesz ugye minden egyes megölt minion után, tehát ő első körben nem konkrét sebzést vásárolja, hanem inkább biztosan szeretne játszani és biztosítani magának azt az arany mennyiséget, amit netán esetleg egy rajtaütéstől vagy egy haláltól meg fogsz tudni. Teljes mértékben egyet kell, hogy értsek a veled, hogy Meiko is jelen pillanatban próbál társra segíteni, hogy a Deft abból, hogy minden előrébb jutassanak az ösvényei. Hazament Bang vásárolni, elsőként kezdte meg a vásárlás a lövészek közül, így Deft, Meiko, Torana szer tehet, amivel úgymond az EDG előre fog szertenni, mert két objektív lesz náluk. Ugye mind az egy torony, mind pedig a sárkány, így a sárkánnyal kiegészülve ők most vezetnek úgymond objektíven, aranyban nem. Ugye eddig kimaradt még végül is Faker Farmanis, ugye Paul-nak van még időugrása? Bocsánat, nem időugrás, az...
nem fázisugrás, hanem időtörése, bocsánat, mégis inkább villant ebből a küzdelemből, ami a biztosabb kimenetét jelezte, ugye? Az időtöréssel visszaérkezel, ugye kicsikével későbbi fázisban érkezel majd le, oké, hogy kapsz életerődő mindenféle frinci francot, de ettől függetlenül sokkal rosszabb pozícióba érkezhetsz. És ugye akár Rise lefogása, bármilyen istenvert a kábítás jön rád, akár rosszabbul is elsülhet, biztosabb a villanás, Pawn kerüli a veszélyt. És ugye köszönhetően ennek a farmoknak ezért tud vezetni az SKT, és a felsősvényen már 25 farmos előnye van ugye Marinnak, aki konkrétan jóformán a kettes torony alá tudta tolni Amazing J Dariusát, illetve a középső ösvényen is Faker most sokkal jobban teljesít, hogyha most csak a minionok számát nézzük, mint Pawn. Ugye Pawnnak többször is haza kellett mennie, ugye először, amikor kicsit megzavarták négyen, igen, most el kellett villannia. Tehát mindenképpen sokkal nagyobb a nyomás. Igen, azért sokkal egyszerűbb úgy kint lenne az ösvény is farmolgatni, hogy nagyon jól tudod, hogy te csapatod arra, ott van, hogy ravasz hozzan bármikor, amikor csak kell Pawn agyára érkezze, vagy négyen, vagy rajtaütés keretein belül. Tehát Pawn már kétszer is, ahogy mondtad, szépen kiemelted, megzavarták. Így ezért sokkal egyszerűbb játszani ösvényen. Egyrészt baromi jók az őrszemei az SKT játékosainak. Tehát nézd meg, az egész csapat kiőrszemezte a saját átjáróikat, sőt még bele is nyúltak az EDG jungle-ében. Ergo Faker nincs veszélyben. És ugye rá egy Rek'Sai nem érkezett, mert Rek'Sai ugye vele van. Így konkrétan csak a teleporta, vagy pedig az elmozdulása lehet Fakerre több emberrel érkezni, és sokkal magabiztosabb a játék a középső ösvényen Pawnnal szemben. Igen, és most, ahogy nézem, Meikónak már megvan a látóköve, de mégsem helyezi ki, jóformán saját maga védelmére helyezi ki inkább azokat az őrszemeket, míg azért az SKT tényleg az ellenséges jungle-be is el tud helyezni, illetve látjuk Bengének a jó kis alagút hálózatát, az ötös metró készül a saját dzsungelébe, úgyhogy oda bármikor tud érkezni, ugye ő is egy ultival, neki is már megvan a szintje hozzá, és folytatódik ugye Faker Pawn párharca, amit egyelőre komolyabb csatába, komolyabb cserékbe még nem mentek bele, nem Rek'Sai is kellett. Rek'Sai pedig érkezik végső képességet, de csak haladva igazad kifele a bázisról. Konkrét rajtaütésre még Rek'Sai nem érkezik. Most Pawnnak nincs villanása. Végső képessége van, de épességgel helyzetet, helyszínt valamilyen kis szinten, de tud változtatni, viszont annyira azért a kábítások elől túlságosan messzire nem tud menni, tehát ő büntethető. Így is az első sárkát elhozta, a másodikra is pályázhat, de most egy különbséggel. Nem a felső esélye van kint az SKT, hanem a sárkány közelében, ergo ők is be fognak erre most már biztosan nevezni. Ugye az arany előny náluk van, de a sárkány előny az nem. És tele van őrszemekkel, tehát nem elég, hogy mindent átló őrszem van ott a közelben. Még kitettek 2-3 őrszemet biztosítani azt, hogyha az EDG mégiscsak elkezdeni azt a sárkányt, legyen ugye válaszuk. Nem lenne jó, hogyha 10-11 perc alatt már rögtön 2 sárkányt tudna elhozni az EDG, mert onnan tényleg komoly nyomás lenne már az SKT-n, hogy kötelező legyen kiérkeznie akár a harmadik, akár a negyedik sárkányra. Ezen Pawn próbálkozó és Faker érkezik, 3 játékos, Faker mindent megkap, hiába teleportál Marin, az később bánat. És ez az, amikor az őrszemek lejárnak, Faker elnézi igazából a térképet, és az első gyilkossága, így az EDG rukkol elő, ahhoz képest, hogy Pawn már kétszer próbálták megölni, szétszedni, de egy jó dolog, odaírható Faker mellé nem villant el. Tehát tiszta volt azzal, hogy ő ott meg fog halni, már mindegy, bekerült igazából abba bizonyos börtönbe, és onnantól igazából nyugodtan lehet számolni azzal, hogy végig is teleportál vissza és érkezhet majd Faker, ha éled. Kérdés, a Marin legyalogolt-e? Legyalogolt, bejön az SKT és Wolf! Pillanatok alatt eltűnik, megint halott SKT játékos, pillanat bajban. Bengiben a bázis közepén, pontosan a küzdelem közepén meghal még így a Pawn is hátul, és még csak most fogy el Bengi, Marin pedig megy tovább, 3-2-esere eddig, és Beng még vissza kézből, megöli Darius, hát Darius fejezése az, ami kellemetlen tud lenni, de ettől függetlenül maradt Marin és Deft 1v1-re, és konkrétan egy Faker halálával kezdődő Faker teleportja. És ugye minden játékos teleportja az, ami 4 darab, ezt soha nem szabad elfelejteni egyik csapatnak sem, mert ebben még komolyan bele lehet futni bármilyen probléma, jön Faker, Deftnek jelen pillanatban nincsen, de van villanása, a gyógyítása szintén, de az kevés, Marin, aki 2 gyilkosság és 3 támadása megy el, de Faker bajban, Pawn jön, és Faker még él, jó, az a bizonyos párhuzamos valóság, Pawn még mindig megy, Marin pedig előbb-utóbb bajban lehet, de közben megjött Wolf, aki a küzdelem legelső másodpercében elfogyott.
Nagyon remélem, hogy jön egy visszajelzés, mert rengeteg minden történt. Tényleg kezdve azzal, hogy Fakerre, tehát valamilyen szinten azért vesztette el az EDG, jön is a visszajátszásunk. Ugye Melko az, ő is Deft, aki alapvetően először van fókuszban, nagyon szépen kimegy Boltnak a végső képessége, és Clearlab az, aki megpróbál megmenteni, de neki már ugye nem volt ultia, ugyanis kiment előbb Fakerre, és nem tudnak mit csinálni, a Maci is éppen le fog járni, tehát Pont pedig ütötte folyamatosan a sárkány, onnan is kapta a sebzést, és onnantól kezdve, hogy Marin még ráment Melkóra, el kellett használni ugye Kalisztának a sötét hívását, de ez sem tudta megmenteni azt a pici kislányt. Tehát pont azt akartam mondani, hogy az nem volt benne most a visszajátszásban, hogy Fakerre mennyi minden ment ki. Azzal, hogy megöljék azt az egyetlen egy Ryze a középső ösvényen, kiment Clearlab-nak az ultia, kiment Melkónak az ultia, és csomó olyan idézői képesség, mint Melkónak a villanása, Melkónak az égetése, tehát egyszerűen nem volt már semmilyen eszközük arra, amikor megérkezett az SKT. Nagyon jó meglátás, és ugye ennek hiányának köszönhető volt az, hogy Bengen egyrészt fókusz sem volt túlságosan, de ha volt is rajta, akkor egy később, kb. A küzdelem második részében volt a Darius éppenség, hogy kiment rá, de csak Darius. Tehát ahogy mondtam, a Maci már nem volt, ugye nem volt konkrétan kataklizma, semmi nem volt arra, hogy szívét valahogy ki lehessen zónázni, meg lehessen ijeszteni, pontosan ezért van az, hogy Bengnek a villanása bet van. Igen, és a vérrontás az, ami ugye végül is elvitte Benget, hogy Dariusnak a passzív képessége, hogy még egy kicsit sebződik. Így van, 14,5 percnél pedig az SKT elhozza a középső ösvény külső tornyát. Bádum! Meg is van, így az SKT végig is toronyban, aranyban vezet. Sárkányban pedig ugye végig is egál a két csapatnak a mérkőzése, de ugye ne felejtsük el, hogy eddig az EDG a 4 perc, 15 másodperc a sárkányjal kezdte meg a mérkőzést, amíg az SKT torrent hozott el ezért cserébe. De a második sárkányra már az SKT előtte Fakerre mindent kioldott képességek miatt volt lehetőség érkezés, el is hozták. Ezzel az SKT most ki lehet jelenteni, hogy vezet. De két ilyen baromi jó csapat között levő különbség, ami 3000 arany, az itt most sok, és nézzük meg az SKT-nek magát a csapat felállását, és azt, hogy ők mik lesznek a végére. Ott van Bengi, aki azért persze parázsbeelmúlt kiegészítés, ő rettentő tankos lesz. Fakerre mit vásárolt? Koropáciát, neki is lesz életereje, manája, sebzése, amit akarsz. Tehát tegnap láthattuk Pawnnak, mennyi életereje volt a koropáciája befejezése után. Jön még a közben a túlvilági hívásra, de Fakertől ez messze. Fakernek ugye villanása nem volt, nincs is, nem is talán lesz még egy darabig. De ettől függetlenül kiment a felesleges végső képessége, úgymond az EDG-nek. Pawn pedig jönne a párhuzamos valósággal, Bang és Wolf az, aki a célpontjai között volt. De ettől függetlenül, hogy még komolyabb összetűzés nem volt a következő, az elmúlt fél percben. A sárkány nincsen, viszont az SKT külső tornya a középső ösvényen áll. Az előbb-utóbb a mapkontrol miatt az EDG-nek muszáj lesz elhoznia. Ez így van. És folytatnám még azért az elemzést. Tehát ugye most kiemeltem Bengit, kiemeltem Fakert. Ott van Wolf, aki azért inkább egy tanki, tankosabb támogatójátékosnak számít. Ott van Bang, aki ott van a vadászaton, tehát azzal kezdeményezni és menekülni is tud, illetve még egy manapajzsa, amivel védekezni tud. És Renekton, tehát Marin, aki megindult. 2-0-3-ban van, megvásárolta már a Tiamatot, a bázisvédő kiegészítés már rajta van a cipőjén. És Marina az, aki az a Renekton a játék első szakaszában tud csillogni. Amazing G-instant, fél életerő veszteség, és Marin megy tovább. Így égetése nincsen, de megeszi vacsorára, és a közönség tombol. Nem véletlenül, hogy Marin az a Renekton az, ami játék 25. percig nyugodtan tud szórakozni. Nem véletlenül megy el valamennyire a sebzés felé, de 3 gyilkossága van a 6-ból, a gyilkosság fele nála van. És mindenben részt vett, tehát és ott van 3 támogatásra. Tehát mindenképpen a Tiamat, a két Doran pengéje egyszerűen már Pompari próbál valamilyen szinten tornyat védeni, de őszinte leszek, akár Paul is simán a saját pokajába felrúghatja magát, ugye Renekton a szemben, mert ő most jelen pillanatban erős, és ugye 17,5 percnél még mindig bőven benne vagyunk abban a fázisban, mert Renekton azt csinál, hogy akar. 150 farmja van, míg Dariusnak 97, majdnem 60 farma a szalad. Emellett még ugye, ne felejtsük azt sem el, hogy Marin az,
aki végül is 48%-ban minden egyes gyilkosságban részt vesz, és ugye ezzel szemben Amazing G az, aki ez a százaléka neki kevesebb, 30,3%, szóval jóval kevesebb, mint a Mariné, és ugye azért próbál hangsúlyozni és ismételni a kevesebb szót, hogy érezzétek azt, hogy itt is érvényesül az, ami le van írva, ami tudunk, ami tény, és konkrétan információ. És ugye ezzel szemben az EDG-nek a csapat összeállítása talán Clear Love az egyetlen, aki igazán tankossá tud majd válni. Majd Amazing G persze, hogyha megindulna, hogyha tudna egyetlen, tudna farmolni, vagy legalább kapna gyilkosságokat is, akkor persze megvásárolhatná az új bulldozer tárgyakat magára, egy kis életerő, egy kis sebzés, egy kis pajzs, vagy valamit. Nem fog tudni, hogyha ilyen szinten lejátsz a Marina felső ösvényen, és most már be is fejezte a vérszomjas hidrát, ugye Marin a felső ösvényen, és egyszerűen nagyon nehéz. Őt semmi fókusz nem volt egyébként rajta, tehát nem is próbálták, ő nyugodtan tudott ugye ez elhozni az első tornyot, és folyamatosan beszorítja. Az igen, Marin pedig megint becsókolja konkrétan nem Amazing G-t is, ezt el kell viselnie. Tehát nem tud rá mit csinálni, hazamegy Amazing G. Azt mondja, hogy köszönöm szépen, ez a krokodil, ez húzza le magát a WC-n, konkrétan ki kell tiltani, mert Marinál ez, mondjuk Marinál mind a Fiora, mind a Rumble, mind a Renekton, ez minden erős is, kellemetlen, Amazing G ezzel most ugye nem tud mit csinálni, mert ne felejtsük el, az első nagyobb küzdelemben ugye Marin mégis rakadja jogoságra ezt a fel magát, ahol meg is indult. És lehet, hogy ő volt az, aki mint csapatkapitánként azt a hívást tette meg még a játék legelején, hogy gyerekek, jöjjünk föl, inkább adjuk oda azt a sárkányt az első negyedik percben, de nagyon toljuk meg azt a felső ösvét, és egyszerűen ne engedjük játszani Amazing G-t, és ne tudjon beindulni az a Darius, mert ha nem tud beindulni, akkor egyszerűen el fog fogyni, és ilyen szinten lehet büntetni, hogy Marin hazaküldi, majd elhozza a kettes tornyot. Hello! Viszont azt ki kell emelni, hogy az EDG nagyon régóta toronyhiányban szenved. Egyre inkább távolik az SKT perőntött toronyok számától, és ugye ettől függetlenül a saját területét próbálja összemezni. Szorgalmasan, de ez továbbra is kevesebb, mint az SKT játékosainak. Lásd meg, ők már a pálya 65-70%-áig kivitték az őrszemeiket. Látják, mikor, merre topzódnak ugye a szülinapi tortát zabálni. Az SK és az EDG játékosai lehet végül is a nem meglepetésszerű támadása meglepetésképpen indulni és visszatámadni. Tehát SKT most helyzet előnyben van. Mindenképpen, és ugye azért jóformán kötelező az EDG-nek a saját dzsungelét beörcemeznie, mivel az SKT bőven torony előnyben van, most ugye el tudták hozni végre azt a középső ösvényes toronyot, amit te is említetted, hogy ezt mindenképpen ezt muszáj, le kell rombolniuk, tehát azt most elhozták, de mivel nincsen már külső torony, a felső ösvény, a kettes torony, muszáj valahogy látnom, hogy mi történik a saját dzsungelembe, mert bárhonnan érkezhet egy SKT játékos, és egyszerűen a meglepetés örömével mehetek is rögtön a halottak listájára. Az eltelt percek varázsa pedig az igazából, hogy a baromnasok körül lassan úgyis őrszemeznie kell az EDG-nek, lesz lehetőség arra, hogy topzódjanak is végig, és a külső tornyot, a felső esélyen be lehessen dönteni, szükség lesz rá, ugye már mondtad, hogy a második szint is bedőlt, tény, ez nem hazugság, be van dőlve, tehát konkrétan Marin végig tolta, és a játék első szakaszát, amiben Renekton baromi erős, az eddig maximálisan kihasználta Faker villant, de pedig szintén rajta az égetés, BADOOM! Faker konkrétan takarít, porszívózik, és akár baromnasorra mehet el az SKT, már le is lett pingelve, jön Amazing G, jön Mako, de nincs túlvilági hívás, oda kell valahogy férkőzni a Mako-nak majd villanással, és eközben Marin telepatol akkor, amikor akar, sutyarák miatt mindent látni, Mako lép vissza, Amazing G szintén, Wolf mehet, ugye Bengi szintén köpköd, lassít, amennyi csak lehet, de még nem hal meg senki más, de pedig 8 másodperc múlva éled, és Marin mindenközben mit csinál? Mit csinál? Hát az alsó ösvény kettes tornyát. Ha kimennél most oda egy Trindamérrel és akár Renektonnal szemben, konkrétan egymásra beszél, végső képességet megy, mert az a Renekton most mindenkit szétszer egy V1-ben, mindenkit, bárkit. Pont megpróbálta védeni azt az alsó ösvényt, és tudod mit mondott? Azt, hogy inkább akkor visszavonulok, megesz. Jó? Visszavonulok. Marin most mindent megesz. Minden. Ömészítsi, lemegy, és itt van még a Renekton, el akkor farmolni. Na itt van, akkor húzok onnan a busfenébe, mert szerintem konkrétan azzal a Marina nem lepicsinálni.
és meg fogja lepni. Nincsen bizony rálátása, most érkezik oda is, majd találkoznak, és vissza is vonul Amazing akkor G-val. Akkor látok, Vilali Darius ki fog szakadni a térképőre konkrétan, mert az a Marin, hogy meglepi, akkor az fájni fog neki. Az biztos, és meg kellett vennie, ugye persze Pong most már nagyobb védelemmel rendelkezik, a Zonya homokórája elkészült, míg közben Fékerem már kész az arkangyal. Közben jön a teleport, négy EDG játékos ment volna meglepni Wolf Bang párasát, Bang-gel közelben, Clear Love ugye megjött, Marin szintén, így végül is egy-egy ember nincs még itt, Faker, illetve ugye Amazing G, mind a kettőnek van teleportja. Tehát ők is meg tudnak érkezni, ha nagyon muszáj, de Faker begyalogol, amíg Amazing G-nek el kell majd használni a teleportját ahhoz, hogy érkezhessen. Na most ugye, a teleporttal való érkezésnek a legnagyobb varázsa az, hogyha tikeztek. Mert akkor hú, jön is akkor szemlésbe zárás lesz, ez két évit pont. Kit érdekel? Hát baranasorunk lehetne, elmegyünk érte. Sutyerák már lejárt, őrszem nincsen, és még Marin ott táncikál. Konkrétan azt hiszi az EDG, hogy az SKT még nem kezdi a baranasor, de Marin be akar menni, de a baranasor megvan. 24. perc közepénél elhozza az SKT csapat az első baranasort. Több mint 8000 aranyal megy az SKT, EDG-vel szemben. Külön figyeltem, külön számoltam, hogy 4 darab őrszemet szedtek ki körülbelül 20 másodperc alatt, mind a baron, mind a középső ösvény környékéről, még Kalisztának a kis szellemeit is megölték, és azzal tényleg, hogy a sutyerák lejárt, nem volt már wifi hálózat, halálnyugodtan elmehettek és elhozhatták a játék első baronját, ugye a 24. percben, így ők már az alapvető előnyüket is ugye tovább tudják növelni. És elég volt 4 ember ahhoz, hogy elhozza ezt a baronnasort, és Marin addig tudott zónázni, mert hogy mit csinált ez a Marin? Zónázott. Ez nem egy Bjergsen Kog'Maw zóna, vagy nem egy Orianna zóna, nem. Ez egy krokodil zóna, aki ott rohangálok, és senki nem merek az elembe jönni. Na, jössz? Nem. Nem, hát, de pont próbálja valahogy védeni ezt a külső tornyot, ugye a baromnason erősítéssel egy dolga van az SKT csapatának, hogy végig is táncikálnak a minőkkal együtt, akár Clear Life, viszont a passzívának köszönhetően baromi jól cserél ugye Bengivel szemben, ugye minden egyes alaptámadásán jó nagy százalék bónusz kap ugye arra bizonyos sebzésére, ami fájt is a kedves Benginek, de ettől függetlenül azért Rek'Sai nem arra készült, hogy papírka legyen, hanem inkább csak acélpapírka, tehát nehezebben törölne, ha lehet ilyet mondani, de ettől függetlenül 4-7 továbbra is több ezer milliónyi, billiónyi, csilliónyi aranyjal vezet az SKT, az EDG-vel szemben 26 percnél, buci, és hogyha... ne sír majd, ha EDG kikap, de valószínűleg ki fog kapni. Nem sírok, de attól függetlenül, és ha eddig nem lett volna, és eddig nem lett volna elég erős Marin, hát mit vásárol? Sterak kihívása. Hello, ha mégiscsak valaki rámugrana, és azt mondaná, hogy beléd osztok annyi sebzést, amennyit tudok, akkor azt mondom, hogy ja jó, meg. Tudod mi a legrosszabb? Én osztok beléd sebzést. Tudod mi a legrosszabb? Pluszban a sebzést leszámítva a sárkányra, még ugye egyrészt elhozta a sárkányra, ez ki a harmadikat. Harmadik. De oké, figyelj, most tegyük föl vázdat. EDG kikap. SKT nyer. Yep. Mi lesz a Sadisika? Az első sárkányt elhozó csapat, aki 4 perc 10-en elhozza, hát az ki fog kapni. De eddig ugyan legyős a sárkány, a veszteség is járt ugyanúgy párhuzamosan, de ettől függetlenül nem tud beleszólni az EDG most abban, hogy SKT mikor, melyik tört akar elhozni. Addig biztos, ami baronnasor van rajtuk. Igen, és Bang is nagyon okosan játszik, ugye Amazing J megpróbálja picit a felső ösvényt megtolni, elhozni a külső tornyot, de hát ki van itt? Ki van itt? Marin, aki azt mondja, hogy Marin csúszik egyet, és én már villantam volna. Igaz, hogy konkrétan még a közelemben nem volt, tehát érdemesebb attól a Marintól, tényleg tisztes távolságot meg is kell tartani, mert ő jelen pillanatban még mindig erős. Ugye kb. Egy 3-4 percig még mondanám azt, hogy így, hogy 255 farnemben és tele van mindenféle csiribidi tárgyakkal, így ő még mindig talán a játékban egy erős karakter lesz, és ugye ami a legfélelmetesebb az, hogy Amazing G-re sebzett a játék első szakaszában olyat, hogy leszakadt az arcunk, de ha ezt megkapja Deft. És nem tud mit csinálni. Ha ezt megkapja Deft, hát, mit fog csinálni? Semmit. Hát, főleg úgy is nem fog csinálni semmit, hogy Deft oké, és elkészítette a letaszított királykardját, a Ruan hurikánját és a berserker cipőt, és ennyi. Míg szemben ugye Bang azt mondta, hogy jó, kellenek nekem a sebzőtárgyak, hopp, közben. Clear Love bejönne, Clear Love kijön, Bangi pedig max életerőn ott a párhuzamos valóságban, és Pawn be fog ragadni, időtörés kimegy, Pawn villan, Pawn még éppessége ebből kijön, de hátul között a Deft-en nincsen fókusz. Meghalt hátul végül is Pawn és Clear Love, így végül is 2-0-át cserél az SKT csapata.
és konkrétan minden Chilivili végső képesség kiment, teleportok nincsenek, tehát most ezt az emberelőnyt akár még egy toronyra is cserélheti be az SKT. És be is fogja, én ebben körülbelül 100%-ig biztos vagyok, hogy ezt a tornyot valahogy el fogják hozni, és ugye Bangle tértem ki az előbb, például most ugye nem kellett elhasználni, de ott van már rajta a Shyamalan. Tehát bár, akár Pwn, akár Amazing Jay, akár Meiko megpróbálná őt megfogni, jön is majd a visszajelzés, hogy alapvetően nem látnak semmit, és kezdeményez Faker, és Clearlap pedig Bangle-re ugrik be, kimegy még a Cataclysmba, de hát nem lehet mit csinálni, Pwn is benne volt a sűrűjébe, elhasználta a Zonyát és még az időtörést is, de egyszerűen az a két ember nem tud mit csinálni. Persze, Defter és Melkon nem volt fókusz, mert ők hátul voltak, de így nem is tudtak sebezni semmit, hát közel-távol nem voltak a csatában. Tehát Bang meg tud menekülni bármi olyan kábítástól vagy tömegirányító képességtől, amit ugye az EDG tudna az SKT lövészére helyezni, míg a másik oldalról, nézd meg, hogyha tényleg Deftet kifókuszolják, például akár Marine, akár Faker, mit csinál? Semmit. Hello! Nem sokat, konkrétan, ahogy most szoktam mondani, Thanatos nagy terpezés rock'n'roll, ennyit tud csinálni Deft. Ő még előttel eldudolja azt, hogy fog meghalni, de konkrétan ugye ő, ha még villan is, már pedig villant, és előbb-utóbb ugye ki volt végül zónázva, és próbálta szedni szét Bangle-t, de... mint szivacsa a betonba. Semmi értelme nem volt igazából azt a Bangle-t jelen pillanatban lőnie, és Deftnek tárgyakra van szüksége, vissza kell jönnie úgy, mint ahol például tennap a Nils, vagy Impelzemen, stb. Tehát ezekre szükség van arra, hogy az EDG most labdába tudjon rugni, mert a 12.200 aranykülönbség az kéreszépen, nem tudom beszélni, az baromi sok. És semmit nem fog tudni csinálni az EDG most már jó formán, tehát SKT felsősvényese és dzsunglese már egyszerűen olyan tankos, hogy meghalsz is. Ezt nézd meg! 13.000 vs 9.000. Hát köszi. Ez. Igen. Azért igen. Az nem kicsi különbség. 97 farm plusz 4.03. Nagyon durva. Így van. És ugye tegnapi nap folyamán emlékszünk arra, hogy milyen gyönyörű szépen sikerült ugye több mint 6.000-es aranyra szertenni a Baradna sorral. Ugye az aktuális csapatnak, viszont a most ezen a mérkőzésen ez csak 2700 volt, de engedjük el, mert ezekben a percekben a 2700-es arany ugyanúgy baromi sok. Ugyanúgy egy plusz előny, ugyanúgy előre mész, és ugye nagyon sok európai és amerikai LCS alatt láttuk és követtük azt, hogy megvan a Baradna sor, kapsz érte egy kis lóvét, de kitörölted vele konkrétan, mert nem tudtál érvényesülni. És a világbajnokság első számú szabályában mi is tanultunk, hogy a Baradna sorod van, akkor bá, menni kell, és le kell nyomni a torkukon azt, hogy figyelj, Baradna sorod van, szevasz, menj hátra, köszönöm szépen, az az én parkolóhelyem, mert konkrétan be lehet menni, lehet nyugodtan táncolni a minionokkal, és érvényesíteni lehet a Baradna sor erősítésedet. Ezt itt a világbajnokságon tanúsítja minden eddigi csapat. És a 31. percbe tudta befejezni Meiko beragad, de mi kér hátul a macia, kihozza a túlvilági hívással Deft, a Pwn épesség kijön időtöréssel, de Marine benne buli közepén, és Marine még épessége mindig bírja, hátul Bangle-en nincsen fókusz, nincsen szívire fókusz, Faker meghalt viszont, Deften megint csak nincs, Bangle meg fog halni, EDG visszajött a játékba, 2-0-as cserélye, csak egyes cserélye, és Pwn beragad hátul, Pwn végre meghal, Meiko és Deft és Meiko, Marine pedig jöhet tovább. A Deft most már kezd sebezni, de még nem túl sokat, 3-1-esre végül pedig Faker sikerült elkapni. De ahogy már te is mondtad, Faker annyi mindent kapott, hogy konkrétan szörnyű néző szerencsétlen gyereket hogy le akarják törölni a pályáról. 3-1 és nem sikerült több SKT játékost befejezni, nagyon próbálkozott, Deft ment utána mindenkinek, de hát nem lehetett neki, még csak egyébként most készült el az utolsó lehellet, tehát most már végre tud sebezni ugye Marine-ra is és Bangle-re is, de kevés, egyszerűen nincs még ott az a Kalista, hogyha nem tud beledobni legalább 600.000 dárdát, akkor anélkül kevés lesz az a sebzés, és nem tudott mit csinálni. 3-1-es csere, nagyon jó játék volt megint. És ahogy mi mindig mondogatjuk azt, hogy figyeljünk a teleportokra, és a csapatoknak is figyelniük kell, gondolkoztak a Baradna sorba. De akkor eljött a számolás ideje.
Nem sokára fog jönni, ő műzünk csé. Ú, van telepontja, akkor inkább nem. Nem sokára fog jönni, pont. Ú, van telepontja, akkor inkább nem. Tehát ez kicsit fölmérte a helyzetet, és nem akart sokat a szarka. Így nem tört bele a farka, vagy nem szakadt, vagy nem tört bele. Teljesen mindegy, a sárkány megvan, a negyedik sárkány az SKT-nek is egy sárkányra attól, hogy lángolhassanak, és ezt a lángolást mi az Illicsinek szavaztuk meg, visszajátszás. És jön egy visszajátszás, nagyon szép a csapda, ugye Clearlamnak rögtön vissza kell jönni a zászlójához, Melykót pedig túlvilági hívás az, ami kimenti, ugye ő még a legutolsó pillanatban előtte a Tibers Maciát, és kimegy minden lassítás, ugye a Randuin ómenje, amit elkészült időközben Bengin, nagyon jó volt, hogy ez már megvolt ez a tárgy, mert le tudta lassítani az EDG játékosait, és folytatódik egyébként itt még a csata a Baronna sor előtt, és egyszerűen Marin most beindul, beugrik középre, kimegy még a közben. A Marin már godlike, az igazából lehet nyugodtan Isten szabásuként emlegetni akár, és 2-1-es csere, ugye ilyen, amikor az ember éppen visszatakar inni menet közben, és eljön a küzdelemnek az időpontja. A Vaughn az, aki most menekülni próbál, meg is tudott valamennyien szinte menekülni, de Wolf az, aki csak halott, és Bengi még mindig akar pont kergetni, a Barannasot pedig végül elhozza az SKT, ami ugye most már szám szerint a sokadik, a harmadik. Na, micsoda, Bengi közben próbál mindig pont elérkezni, és pont konkrétan teljesen játszik az SKT. Sziasztok! Pont vagyok, teleportom van, és erre használom el, de elmenekült. Túlélte, 6-14, majd. És kevesebb gyilkossággal jön az SKT, mint jöhetett volna el, de a Baranna sorba megint nem tudott az EDG beleszólni. Egyszerűen megint nem tudott időben kilépni az EDG, és ennek meg is itta a levét. És ugye még a negyedik sárkányra szerettem volna annyiban kitérni, hogy ugye az elején pont ezt kérdeztem, hogy az EDG mennyire lesz, hogy mennyire fog visszaütni ez a korai sárkány. Hát pont ennyire. Lehet, hogy marha korán elhozták a sárkányt, de az SKT sokkal jobban tudott játszani, sokkal jobban tudta a pálya fölötti kontrollt elhozni, és innentől kezdve nekik volt érkezésük a sárkányokra, és nézd meg, már ott van a negyedik, és egyszerűen az EDG nem teheti meg, hogy az ötödik sárkányt is megszerezzék, és visszanyalt a fagyi, ahogy Thanatos mondaná, negyedik na, perces sárkány. Na, már ezt a sebzés Marinra? Deftől ez már csinos, tehát kezd Deft visszajönni, de közben vadászat on, és Deft! Mihez kimondom a nevét, hát felrobban Mako szintén Amazing Jay és Paul próbálkozik, de kevés kijött az anya, de ezt kérdezi, mert 3-0-ás csere, 4-5, ász kész! Bum! SKT rekettje! Konkrétan az EDG-nek lövése nem volt, hogy mi fog történni. Ilyen, amikor egy szivír vadászaton be van kapcsolva, és megy, el van döntve, és Deft meg kell ölni. Konkrétan 19-6, 20 ezer aranykülönbséggel a kis pici döntőnkön papír alapján az SKT megette az EDG-t a vacsorára. Kellemes jó étvágyat! Nem csak papír alapján, az egész játék alapján megette. Jóformán azon az első híváson, amit az EDG csinált, hogy hozzuk el a sárkányt, ugyanakkor nem gondoltak abba bele, hogy akkor nem tudom, a tizedik percnél, amikor ugye élet körülbelül a második sárkány, akkorra már lesz egy 1500 aranyos hátrányuk egyrészt, kettő, nem tudnak jóformán tornyokat hozni. Mennyit hoztak el? Hármat? Elhozták a három külső tornyot. Igen. Ennyi. Igen. És nagyon sokáig 5-1, 5-2 toronyállás volt, nem tudtak mit csinálni, az SKT nagyon jól használta a pálya fölötti kontrollt, és nem kapkodott. Amit mondtam, nyugodtan, és Faker mosolyog. És Faker mosolyog, meg nem is egy érdemli. Interjúban volt már szó, ugye a világbajnoki ráhangodása, hogy Faker mosolyog, de nem látod, de tényleg mosolyog, és akkor azt mondják, hogy Faker most mosolyog, de nem látszódik, de tényleg mosolyog, hát boldogan beszél. És most tényleg mosolyogott, teli arccal, teli mosolyjal, mosolyogott, a szokás így mondani, és buci. Marin, Renekton, 10-0, habla, sok támogatás, 10-0, habla, ti, érted? Gyönyörű volt. És egyszerűen, igen, kb. Egyet okozom. Nem tudok szavakat hozzá mondani, fűzni. Ugye Amazing Jay mind a háromszor hozott Dariust. Ugye az első meccsen Bangkok Titans, nem volt olyan nagyon nagy nehézség, ugye, ott a felső összfényen hozni. A második meccsen Fiora szépen meg tudta enni, és csak annak köszönhetően, hogy a csapat fölállt, és például Pón Kassadinja le tudta hozni jóformán a sebzést, úgy tudott csak a végére érvényesülni.
Jött a harmadik meccs, és egyszerűen Marin megette, meg rekettyézte a bokorban. Ha már meg mindenhol. Meg rekettye, akkor legyen renektje. 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 Köszönjük, Tomer, puskáztunk a chatről. Renektje. És szerintem, oké, sok minden volt Fakerről is. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kapott meg azért, hogy Faker megpróbáljon halni valahogy a küzdelem első szakaszába, csak az lenne a baj, hogy Faker nem halt meg olyan hamar, mint szerették volna EDG játékosai. És ha már elmegy rá... Pálcája, és a többiek szerep. Ő készült arra, Olaffa is, leszek tanki, Olaf, úgyis engem akarnak meg, öljetek meg. Tehát, és annyi minden ment el arra, hogy Faker meghaljon. És annyi minden nem marad Bengre és Marinra, főleg arra Marinra, akinek volt életereje, mint az állat, a Titán Hidrának köszönhetően. Plusz még minden mindenféle franci, ez renektje. Ez renektje volt, ugyanis pont szerintem ez volt az egyik legnagyobb hibája az EDG-nek. Nem feltétlen az, hogy... Tehát, hogy nem láttam túlságosan az agresszivitást, amiről egyébként ők annyira híresek. A kettő az, hogy egyszerűen nem volt más fókusz, csak Faker. Ő volt az, akit nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen csövet tettek volna, csőlátást, tudod? Ültek a gép előtt is, mit láttak? Csak Fakert. Ő, gyerekek, csak Fakert kell megölni. Nem, mert ez a csapat 5 emberből áll. Őszinte leszek. És ott van Bang, ott van az a Sivir, aki egyébként megindult, és végig farmolta az egész meccset, és a végén 2-3-as gyilkosságokat elhozza. Ott van Marin és Redcon, aki az elején iszonyat erős lesz, főleg, hogyha még adunk neki 2 gyilkosságot, 3 támogatást, vagy 3-3. Nem, csak Faker fókusz volt, minden komolyabb csapatküzdelem azzal kezdődött, vagy csapatküzdelem, vagy 4 ember érkezik Fakerre, és azt mondja, hogy mindent ellövök. Igen, a Faker... Fókusz is valamilyen szinten arra azt a célt szolgálja igazából, hogy ők is elismerik azt, hogy Faker meg tud vadulni. És ugye le kell állítani, de ugye ez most túl sokat kérte magától. Ettől függetlenül, mond Buci, valamit nagyon akartam mondani. Nem azt, hogy... A Bangkok Titans fog majd játszani az Istökészen a következő mérkőzésen, és most Faker interjú van, szóval sziasztok! Faker interjú.